Lezajlott a Tolna megyei vizsgaközpont első vizsgája. A szervezet 2021. szeptemberében szerezte meg az akkreditációs okiratát, amely 19 területen jogosítja fel a központot vizsgaszervezésre, mondta el Sluzek Éva vezető. Együttműködő partnerek bevonásával számos helyszínen lesz lehetőségünk vizsgákat szervezni. Azt el kell mondanom, hogy az első vizsgák minden esetben witness vizsgák a vizsgaközpontoknál, mind a 19 képzési terület első vizsgája. A witness vizsga az egy az adott képzési területeken, tehát a 19, amire mi most jogosultságot kaptunk a vizsgaszervezésben, ott az első vizsga az nem egy szokványos vizsga, vagyis hát mégiscsak szokványos, de olyan értelemben mégsem, hogy itt nem csak a vizsgabizottság tagjai vesznek részt ezen a vizsgán, hanem az akkreditáló hatóságtól részt vesz egy szakértő, vagy esetleg kettő szakértő, és megnézi a teljes vizsga menetét, hogy a szabályok szerint járunk el. Most 2022. április 21-22-én szervezzük az első ilyen witness vizsgánkat. A Tolna megyei SC Ady Endre Technikum és Kollégium vizsgahelyszínén a sminkes és szempillaépítő szakképesítésben részt vett tanulók számára. A tervek szerint a jövőben pedig vállalkozási mérleképes könyvelő, falusi turizmus szolgáltató, élelmiszer eladó, valamint webfejlesztő képesítő vizsgákat szervez a központ. Fontos, hogy nagyon sok együttműködő partnerekkel dolgozunk együtt, hogy az ország összes területén szervezünk ezáltal vizsgákat. A vizsgaközpontnak a fő célja, hogy a vizsgák megszervezése, lebonyolítása során a vizsgázók számára elérhetővé váljon az általuk választott szakmák, részszakmák, szakképesítések megszerzése, ezáltal segítve őket a céljaik elérésében. A vizsgabizottsági tagokat is a vizsgaközpont delegál, mégpedig kizárólagosan csak a szakképesítések tekintetében első körön. A szakképesítések tekintetében a vizsgafelügyelőt is, a mérési feladatot ellátó vizsgabizottsági tagot és az értékelési vizsgabizottsági tagot is a vizsgaközpont delegálja. A vizsgaközpont rendelkezik egy úgymond névjegyzékkel, amiből kiválasztja a vizsgabizottsági tagokat. A szakmák tekintetében ott a vizsgabizottság vizsgafelügyelőjét azt az illetékes kamara delegálja, míg a további két vizsgabizottsági tagot szintén a vizsgaközpont delegálja. Sluzek Éva hozzátette, a szervezet továbbra is várja a pályázatokat a vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételre. Vizsgabizottsági tag, feladatfejlesztő és véleményező szakértő, illetve jegyző szerepkörbe.